Orbán Viktor egy dongóhoz, korábban Kóka János Pumához hasonlította a magyar gazdaságot. Mi most arra voltunk kíváncsiak, a képviselők milyen állattal jellemezhetnék. Olyan, mint a nem normális körülmények között tartott mangalica. Ez milyen, azért kicsit segítsen nekünk ebbe. Ami sokkal többre érdemes, mert ha úgy tartják, ahogy ő szereti, mármint szabadba és makkolva és sok rostot magához véve, akkor egy kiváló minőségű végterméket produkál. Ha becsukják az ólba, és etetik mind az átlagos disznót, akkor meg szétfolyik a bontószéken, mikor levágják. A lényeg, hogy egy erősödő állat, gyarapszik, az a fontos benne, tehát amelyik láthatóan egyre bővül, több ember dolgozik, többet termel a gazdaság, mindenképpen egy olyan élőlényhez hasonlít, ami növekszik, növekedésben van. Tehát azt mondanám inkább, hogy egy serdülő élőlény, amelyiken látszódik a gyarapodásnak mindenféle jele. Szürke marha. És miért? Hát nagyon szép. Robosztus, erős, Európa szerte ismert. Szerintem ez büszkék vagyunk rá. Én azt gondolom, egy olyan állatot kellene keresni, ami egyfelől szolgaságban van, tehát nem szabad. Másfelől meg elképesztő módon lassú, és ez összefüggésben van azzal, hogy a magyar gazdaság nem szabad. Hát lehet, hogy lajhár, de az is egy ketrecbe van zárva. Tehát még a saját tempóját tekintve is le van lassulva. Tehát körülbelül mondjuk a rák, visszafelé haladunk az időben. Nem tudom állathoz hasonlítani, tehát nem tudom. A dongó hasonlat, ugye azért volt a miniszterelnök úrtól, ha én jól tudom, mert elvileg a dongó nem repülhetne, a tudósok szerint mégis repül. Hát mondjuk egy gyík, ami lelassult, mert itt a hideg. És szükség lenne egy kis napfényre, meg egy kis friss levegőre, és akkor ez a kis gyíkocska elkezdene gyorsan szaladni,